A szekszárdi mentőállomástól évente 8000 esetben indul riasztást a gépjármű. A most átadásra került autóval jelentősen nőtt az ellátás biztonsága. Pár évvel ezelőtt az volt a cél, hogy a szekszárdi mentőautók átlag életkor az 7 év alatt legyen, aztán tavaly már az volt a cél, hogy 5 év alá menjen, és hála Magyarország kormánynak a támogatásának ezzel a mostani mentőautóval ez az életkor a mentőautóink esetében 4 év alá ment. Jelen pillanatban 6 ilyen autó szolgálja Szekszárd és környéke polgárait. A Magyarországon zajló autókorszerűsítési program részeként 85 új mentőgépjármű áll majd forgalomban a következő időkben. A mostantól Szekszárdon szolgálatot teljesítő a legmagasabb ellátás biztosítására képes. Ez egy esetkocsinak fog itt beállni, ami itt a legmagasabb szintű mentőegységet jelenti, ezen mentőtiszt, mentőápoló és mentőgépkocsi vajtársaim teljesítenek szolgálatot. Gyakorlatilag a minden életfunkció pótlására megfelelő eszközök vannak ezen a mentőautón. Értem ez a magas szintű defibrillátort, a speciális lélegeztetőgépet, a gyógyszeradagoló pumpákat, szülés, vezetés, újraesztés és minden olyan beavatkozás megkezdhető és végezhető, ami a beteg túlélését segíti. A gépjármű rendszer beállítása nagyban hozzájárul majd Szekszárd és környékének biztonságához, jelentette ki Gyurkovics János alpolgármester. Természetesen nyugodtak vagyunk, az ilyen technikai háttér mellett biztonsággal élhetjük a mindennapjainkat. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója azt mondta, megvan az esély arra, hogy hamarosan újabb modern mentőautóval gazdagodjon a szekszárdi mentőállomás.